Aki valamennyire is figyeli a hazai rally bajnokságot, annak egyáltalán nem kell bemutatni azt a fiatalembert, aki egy Skoda Octavia VLC-vel versenyről versenyre jobb eredményeket ér el. Szabó Gergő megmászta az úgynevezett szamár létrát, vele kapcsolatban a szakemberek mindig megjegyzik, szépen ívelő karrier áll már mögötte. Amíg innen eljutottunk, az több mint 10 év betelt, és nagyon sokat szenvedtünk, görcsöltünk. Voltak olyan évek, amikor egy versenyen tudtunk csak rajthoz állni, de mindig hittem abba, hogy egyszer fölérhetünk a csúcsra, vagy a csúcs kategóriába, és hogy egy ilyen autóba ülhetek, amiben most versenyzem. Azt mondják, a háborúhoz három dolog kell, pénz, a rallyhoz is kell, gondolom. Ez így igaz, tehát én úgy gondolom, hogy ez az év a legsikeresebb évünk volt, és nem azért, mert megtanultam vezetni, hanem olyanok voltak az anyagi kondícióink és a támogatóink, hogy ezt lehetővé tették. Nagyon későn kezdtük a szezont, az első versenyen tulajdonképpen rajtos se tudtunk állni, és utána azt mondhatom, hogy egy nagyon jó döntés eredményeképpen beleültünk ebbe a Skoda Octavia VRC-be, ami egy nagyon megbízható társnak bizonyult egész évben, és öröm volt vele a versenyzés. Az évek alatt én hozzászoktam ahhoz, hogy nagyon sokszor kiálltunk, technikai problémáink voltak, nem tudtunk versenyeket befejezni, nemhogy egy szezon. Az idei szezonban gyakorlatilag egyetlen egyszer volt technikai problémánk, egyszer én hibáztam. A hét versenyben ez azt jelentette, hogy ötször értünk célba, és nagyon érdekesen alakult, mert az öt célba érésben volt egy első, egy második, harmadik, negyedik és egy ötödik helyünk, és az év végén az abszolút harmadik helyhez volt elég, ami messze a legjobb eredményem az autósportban eltöltött 11 néhány évet tekintve, úgyhogy nagyon boldog volt az egész csapat. Mint ahogy azt Szabó Gergő is elmondta, küzdelmes 10 év áll mögötte. Ami egy versenyzőnek talán a legnagyobb büntetés az, ha technikai hiba miatt ki kell hagynia, vagy fel kell adnia egy versenyt. Gergő most egy Skoda Octavia VLC-vel áll rajthoz, így nem is kérdéses, hogy jövőre milyen autóval indul. Már ilyenkor azt mondhatom, hogy tisztán látjuk a jövő évünket, tehát maradnak a támogatóim, marad az autó, marad a csapat, és jövőre is szeretnénk, vagy hát idén most már szeretnénk a dobogon végezni. Külföld? Külföld voltak Monte Carlos terveink, tavaly is részt vettünk a világbajnoki futamon, és nagyon tetszettek a pályák és az egész millió, tehát a verseny. Szerettünk volna kijutni, de ez most nem jött össze, úgyhogy tervezünk egy külföldi szereplést is, de ez időben föl kell készítsük az autót is, és a csapatnak is föl kell készülni, mert óriási munka egy ilyet összehangolni. Szabó Gergő nagy ismertségnek és még nagyobb népszerűségnek örvend. Talán ez annak is köszönhető, hogy a pályákon bátran terelgeti autóját, gyorsan, lendületesen vezet. A rally első osztályban azonban versenyez egy Szabó László is, aki nem rokon a Gergőnek, de valami mindenképpen összeköti őket. Ez a látványos autózás. Nézőknek a visszajelzéséből mindenképpen ezt vettük le. Mindenképpen úgy szerettünk volna közlekedni, de mert máshogy nincs értelme a Trabanttal. Hogyha látványosan akarsz menni a Trabanttal, akkor mindenképpen gyorsan kell menni. Mert különben nincs erő, nem tudod becsúsztatni a kanyarba a Trabanttal. A látványosság az eredményességgel is párosul? Ez abszolút nem. Erre nagyon jó példa az idei Salgó Rally, ahol a Szabó Gyuri is indult Trabanttal, egy öreg Trabantosnak számít. Ő mindenképpen eredménycentrikus, soha nem látványra törekszik, és ott aztán a végeredménye olyan 10 percet kaptunk tőle. A közönség találkozón mindkét pilóta elmondta, hogy a 2004-es évad hosszú lesz, ám minél több versenyen szeretnének jól szerepelni és értékes helyezéseket elérni.